Fekete Linda énekelt nekünk, Álom elnök úra dalának a címe. Isten értessen, Linda, ma este találkozunk, hiszen ma lesz egy rákos patak mentén valami rendezvény. Tavaly is ott voltunk, az Örkény Színházasak lépnek fel, és akkor Linda is ott énekel. Azért mondom Lindát, mert az édesapja ül itt, meg Fűr Anikó férje. Fekete György saját jogon már ritkán szerepel, mindig valakinek a valakije vagy. Igen, hát kiskoromban a kis Fekete voltam, mert anyám tanárnő volt, meg hát később iskolaigazgató, úgyhogy mindig kerülgettük egymásra, a Deák téren kezdtem, aztán ő elzavart onnan, felső tagozatban mondta, hogy elég volt a cirkuszból, nem akar egy iskolába velem úgymond járni. És aztán így a szemerébe kerültem, és akkor utána teltek, múltak az évek, és akkor Fekete apuka lettem. Tehát mindig valakinek a valakije. Igen. Azért mondom most Fűr Anikót, mert ahol most múlt héten utoljára találkoztunk, az Ádám díj átadás volt, hála Vékulcsár Ildikónak, újságírónak, aki ezt évekkel korábban kitalált, és minden évben egy gyönyörű díj átadó van, ahol a feleségek ajánlják, hogy a férjük az fantasztikus ember, vagy a párjuk, szóval a megbékélés és a derű kitüntetése, ez az Ádám díj, akik sokat tettek a feleségükért. Mit tettél te Fűr Anikóért? Hát most egy kicsit megakadtam a derű. Ott van a megbékélés. Aha. És a derű kitüntetése. Hát én végül is derűs vagyok, és hallgatag, ahogy a költő mondta, vagy hát nem mindig hallgatag, mert azért elég aktív vagyok a Facebookon, van véleményem. Ajjaj, de mennyire, erre is majd és, kitérek. Hát engem meglepett a dolog, ugyanis a Anikó azt mondta, hogy van egy irodalmi délután, hogy szeretné, hogyha elmennék, és akkor ott meghallgatnám őt, és teljesen gyanútlanul oda tévedtem. Utolsó pillanatban estünk be az Andissal, és az utolsó sorba leültünk, és hát nem sejtettem, hogy mi van, és akkor elkezdődött ez a laudáció, különböző férjek, feleségei beszédeket mondtak, és akkor már így kezdett egy ilyen rossz érzés, egy ilyen gyanakvás elharapózni rajtam, és akkor szünet, volt egy szünet, ha emlékszel, hát akkor oda mentem, és látom, hogy ott ül a két lányom, hát mondom, itt ez már nagyon gyanús. Úgyhogy nagyjából te el is szóltad magad. Igen, te is sajnos ott ültél, elszóltam, igen. És akkor kiderült, hogy hát így most terítékre kerültem, úgyhogy nem is készültem semmit. De rögtön azt mondtad, hogy nem vagyok Ádám, Gyuri vagyok. Ja igen, mert nekem rögtön a Csillag Ádám jutott eszembe, akinek legalább 4-5 gyereke van, és hősiese volt, amikor ő feleség nélkül nevelte őket. Anyagi gondja ma is van bőven, és hát mondom, egyszer talán ő is hogy mondjam, díjazott lesz. Hát akkor tegyünk most itt egy ajánlatot Vékulcsár Ildinek, hogy Csillag Ádám. És akkor elmondtam az első élményeimet, ami az apasághoz kapcsolódik. Azt hiszem arról beszéltem, hogy a Linda az első szülött gyerekem, amikor ő megszületett, akkor valahogy az a női társaság, aki ott volt a 68 éves nagyanyámmal, nem tudták elkezdeni megfürdetni a gyereket, és akkor én miután halbiológus voltam még akkor, és 5 kilós pontyanyákat fejtünk, hát nem volt nagy gond megfogni ezt a gyereket, aki kevésbé csúszott, és akkor lefürdettem, és onnantól kezdve ez rám ragadt, tehát az első másfél évben én fürdettem, sőt a második lányomat is én fürdettem, úgyhogy Andrásnál már ez abszolút nem volt probléma meg kérdés sem. Én azért csodálkoztam, mert nem érzem, hogy valami különösebbet tettem volna, tehát hogyha egy apa, és főleg az idősebb apákra vonatkozik ez, mert akkor már esetleg a szabad idejük is több. És te idősebb apa vagy már? Hát én az Andis, amikor megszületett, én már 60 éves voltam. Úgyhogy, de hát rengeteg idős apával, most a Kósa L. Adolfval hallottam egy riportot, őnek is egy elég késői gyereke is született, tehát valahogy jobban oda tudunk figyelni, hát akkoriban nem nagyon volt erre lehetőség, mert rohangáltunk, este 7:30-kor értem én is az a középső gyerekemet, gyakorlatilag nem nagyon tudtam úgy pátyolni, mint a Lindát. A Lindát azért, mert amikor kimentünk Rióba,
közel 5 évet voltunk kint, akkor ott azért erre több idő volt. Nem trópusi ország, valami kedvezményt kaptunk munkaidőben. És mint halbiológus mentél ki, vagy már mint mi? Mert külkereskedelmi szakember, mert eredetileg közgazdász is vagy, tehát sok mindennel foglalkoztál. Akkor éppen mi voltál, mikor Dél-Amerikában, Brazíliában voltatok? Hosszú életem során én inkább külkereskedő voltam, tehát körülbelül 40 évet dolgoztam a szakmában, de az első diplomámat azt halbiológiából szereztem, és aztán ezt 3 év után egy szarvasi haltenyésztési kutatóintézetben dolgoztam, elhagytam a szakmát, és akkor jelentkeztem a közgázra. Szántó Péter, te ismered, hát, hogy ugye ne, a neoprimitívből, meg persze, a közgázról persze. Osztálytársam volt, és akkor összefutottunk az utcán, és megkérdeztem, hogy hogy lehetne külkereskedőnek lenni, és akkor hát elmagyarázta, hogy hát az hogy megy, hát én akkor már beiskoláztattam magam, a mérnök közgazdász külkerszaknak hívták, ilyen nagyon hangzatos másoddiplomásként, próbáltam majd folytatni, és hát mondta Peti, hogy hát 5 évig ott kell dolgozni valamelyik külkercégnél, és akkor majd idővel kiismerhetsz esetleg valahová egy kirendeltségre. Hát én aztán így egyszer csak... És te választottad Brazíliát? Hogy oda menj? Igen. Tehát beszédültem az Agrimpexhez, ami a Nádor utcában volt, és kérdezték, hogy ki küldött. Hát mondom, senki, de ide jártam bölcsödébe a szemmelébe. Úgyhogy... Egyébként Linda mesélte egyszer a lányot, hogy annyira nem tudta, hogy mivel foglalkozol, csak mindig apa azt mondta... Cukrotárul telefonon, igen. Igen. Jó, hát ezek a gyerekkori élmények benne, és akkor lényeg az, hogy az Agrimpexnél voltam én 6 évig, előtte könnyű búvár voltam, úgyhogy volt egy röhelyes beszélgetés a személyzeti osztályvezető hölgyel. Igen, mert mondta, hogy pont azért kérdezi, hogy küldötte valaki, mert most pont keresünk valakit. És akkor kiderült, hogy piac elemzőt keresnek, Szója, Dara és Halliszt ügyben. Hát mondtam, halbiológus vagyok, tehát a Halliszt az majdnem rokon szakma. Úgyhogy kérdezte, hogy mennyit kérek, hát mondom, nem tudom, milyen fizetések vannak, hát mondja, hogy mennyit keresek pont. Hát mondom, 27 ezer forintot kerestem, mint könnyű búvár, tehát az akkori fizetések 7-szerese volt, mondjuk kicsit veszélyes szakma, de minden esetre rövid távon jó volt, és akkor mondta, hogy 3 000-et tudunk fizetni. Mondom, jó, gondolkozzunk hosszú távon, úgyhogy így kezdődött a külkerpálya. 27-ből visszamentél 3 000-re, nagy vonalú voltál. Hát, de a 27 ezer az egy teljesen irreális árszint volt, tehát akkor tényleg az volt, hogy azt hiszem felszerelés használati díjat fizettek. Tehát Vátszátotton kellett nekünk megtisztítani a tavakat, és a delfin szakosztálynak a vezetője az a akadémiának volt a főrevizora, úgyhogy megszerezte ezt a munkát. Negyedáron csináltuk meg ahhoz képest, hogy felvonul a nagyvállalat és szétveri az egész botanikus kertet. Úgyhogy egy nagyon jó, kellemes munka volt. Délután 3-kor már bent tudtam ülni a közgázon, mert ugye végül is, nem tudom, ez levelező volt, de heti 3-szor kellett 3-tól 9-ig benn lenni. Úgyhogy így kerültem bele a külkereskedelembe. Akkor mit csináltál Brazíliában? Eladtál valamit? És vagy kereskedtél? Nem, én kijutottam 3 év után, kijutottam egy üzleti útra, és annyira beleszerettem abba az országba, hogy hazajöttem, kicsit majd visszakapcsolunk. Az élet az valahogy nálam kapcsolódik mindig a zenéhez. Úgyhogy hazajöttem, és korábban én írogattam magyar szövegeket a Paul Simon számaira. Kinek írtál? Hát egy magamnak, de aztán a Molnár utcai kultúrház igazgató mondta, hogy van itt valami tehetséges duó, akik angolul énekelnek, és hát akkor őket meg lehetne kínálni. Úgyhogy találkoztam két sráccal, és az egyikük félig portugál volt.
És amikor én az üzleti útról hazajöttem, én mindig hallgattam, mert sokat járt hozzánk, egy apátlan gyerek volt, ugye a portugál papa ott maradt, akkor a mamával mindig portugálul beszélt tőlünk telefonon, és hát ezt mondom, ezt a ronda nyelvet hogy találták ki. Tehát a portugál az különbözik a braziltól. És aztán, amikor visszajöttünk erről az üzleti útról, akkor felhívtam a mamát, hogy nem vállalna be. És akkor ő bevállalt, és 2 év elég intenzív tanulás után én tulajdonképpen levizsgáztam, tehát megszereztem a nyelvvizsgát, ami a beugróhoz kellett. Úgyhogy éppen volt egy üresedés Rióba, portugálul senki nem beszélt, és akkor én azt megpályáztam. És akkor mit csináltál kint? Én a ottani kereskedelmi kirendeltségnek voltam a kereskedelmi titkára, és egyben a riói irodának a vezetője. Tehát tulajdonképpen azokat az üzleteket kellett összehozni, amit segíteni elsősorban exportüzletekben, ami úgymond egy kicsit gazdátlan volt. Tehát a Medicor, a Medimpex-nek voltak kint saját irodái, de hát akkoriban mindig gondolkoztam azon, hogy egy-egy ilyen őrület sodort engem bele valami nagyszabású külkereskedelmi ügyletbe. Hát itt is az történt, hogy az inflációt akarták megfékezni, és egy José Sarney, kicsit furcsa neve van magyarul, elnök befagyasztotta az árakat, és annak következtében eltűnt a hús a piacról, és akkor azt mondta, hogy jó, hát hogyha a termelők így, akkor viszont én importálni fogok húst. Hát gondolj bele, hogy az egyik legnagyobb exportőr, húsexportőr egyszer csak elkezd importálni. Na most mi éppen akkor szétvertük a szovjet piacot, mert politikai alapon úgy gondoltuk, hogy hát ez így jó. Közben más nyugat-európai országok, Lengyelország is benyomult húsba, úgyhogy itt voltak a félsertések és negyed marhák őrületes mennyiségben, és akkor ezeket így el lehetett nyomni. Tehát ez az első másfél év ezzel. Mi a te erősséged, Gyuri? Mi az erősséged? Olyan sok mindent csináltál. Valahogy azt érzem, hogy tulajdonképpen könnyen veszed az életet, a váltásokat, tehát nem ragadsz bele. Ha az élet felkínál valami újat, akkor te kipróbálod. Hát lehet, hogy nyugtalan vérű voltam. A húgom éppen tegnap ment el nyugdíjba, a Verespálné gimibe járt. Elment az ELTE-re, és utána visszament tanárként, és mit tudom én, 41 évig ott ez volt. Rád nem jellemző. Valahogy ez rám nem volt jellemző, bár az Agrinpex-nél voltam 6 évig, és a legutolsó nyomdaipari cégnél voltam utoljára 12 évig. Ez egy portugál tulajdonú cég volt, és hát végül is innen mentem el nyugdíjba, de való igaz, hogy ilyen 3 éves ciklusonként váltottam. Most a rendszerváltás után azért ezt lehetett érezni, hogy ez indokolt lesz, mert hazajöttünk, és akkor én egy idő után szójával kezdtem el foglalkozni megint, és akkor lehetőség volt erre, mert az a 30 ezer tonnás rakomány, ami addig volt az Adrián keresztül, az már csak részben volt opció, mert megnyíltak azok a csatornák szó szerint, hogy 6-700 tonnás huszályokat is lehetett hozni, tehát ezeket már nem kellett annyira finanszírozni, és kisebb cégek is megcsinálhatták. Tehát hogy elkezdtem mondjuk majd eszembe jut melyik cégnél a szójázást, és akkor utána eltelt 3 év, és valamelyik másik cég szólt, hogy átjönnék-e mondjuk dupla annyi pénzért. Ha most ugrom egy nagyot, és a kultúrára áthajózunk, vagy átevezünk, akkor a szövegírás, hogy volt a Dökkesejük, aminek a szövegét, zenéjét te írtad a Madách Színháznak, tehát akkor ezek szerint benne volt az életedben a szövegírás, és ha most a jelenkornál vagyunk, akkor Fűr Anikó legújabb lemezének és egy részének te írtad a szövegét. Tehát ezt tanultad, a véredben van, tehetséged van hozzá. Az álomelnöknek nem te írtad a szövegét, amit Hinda énekelt? De azt én írtam a szöveget, és később képzeld el, elmesélték, pont az egyik kiadónak a vezérigazgatója mesélte, hogy ez adta az ötletet a
hogy hívják a Zsidényi Adriennek, a Zsidának az első száma, rám valahol egy férfi vár, hát itt úgy kezdődik, hogy nekem ő az a férfi, aki régóta jár, úgyhogy hát elindítottam a pályán egy másik hölgyet. Eltéveztetem, államelnököt mondtam, az államelnök. Államelnök, igen. Hát ez annyiban kapcsolódik ez a díjhoz, hogy itt tulajdonképpen egy kicsit megpróbáltuk kifigurázni a férfi macsó típus, tehát az, aki ugye tör előre, és megy a dolog, hogy mondjam, fizikai részére rá, és hát végül is én azt hiszem, nem attól macsó az ember, hogyha csak ez a szexualitás működik benne, hanem mondjuk megmeri fogni a tányért, és elmeri mosogatni, vagy hát ugye annak idején pelenkákat is mostunk a régi technológia szerint, és aztán most az Andrásnál én meglepődtem, hogy hát baromi egyszerű már az egész, tehát összehajtjuk, kidobjuk, nem, nincs vele gond. Tulajdonképpen Füranikónak ilyen szempontból szerencséje volt veled, hogy egy nyugdíjas férfit, hát vagy embert. Hát akkor voltam. Még nem, de hát mondjuk közel a nyugdíjhoz, mert hogy sokat tudsz neki segíteni, Andris mellett is, meg hát egyébként igen. Is, tehát jogos az Ádám díj, mert hogy tudod az ő karrierjét egy kicsit egyengetni, ha mással nem, akkor mondjuk a lemezével is. Persze, hát különösen az elején volt feladat az, hogy hát ugye én ügyvezetőként dolgoztam, tehát napközben én is dolgoztam, úgyhogy amíg nem volt bölcsödés az Andris, addig három babysitter rotációban váltották egymást, és én mondjuk átvettem ilyen 6 órakor, de este való igaz, hogy én voltam a gyerekkel rendszeresen, tehát én is fürdettem továbbra is, én meséltem neki, Piroskát rengetegszer elmondtam, már végén zöldike volt. Meg hogy utálják a gyerekek manapság ilyen rémtörténetnek veszik, horror az egész Piroska. Igen. Na, tehát tulajdonképpen abban az időben én nagyon sokat voltam vele esténként, és hát volt egy projekt, ami nyilván adta magát, mert én a 90-es években, amikor hazajöttünk Brazíliából, akkor nekem a Gerendás Petit ajánlották, hogy ő egy ilyen latin zenész, és akkor a Péterrel kimentünk Brazíliába, és aztán egy ideig, egy majdnem 10 évig a szövegírója voltam. Hát neki volt Brody, tehát ő a Dusánnal is dolgozott. De ez abszolút hobbiként indult a szövegírás? Hát most úgy, már majdnem professzionális szövegíró vagy. Hát tulajdonképpen nem tudom, mi a professzionális a mai világban, amikor jön valaki, és mit tudom én, nagyon jól énekel, és elkezd szövegeket írni. Hát szóval nem mindegy, hogy milyen szöveg, tehát mondjuk nekem a példaképem mondjuk a Dusán, vagy hát akit megfeszítettél éppen az előző adásban milyen Péter Sziámé, Müller igen, Péter. Igen, igen, igen. Tehát ezek... Megfeszítettem? Brody. Hát igen, az elején nagyon kemény volt az indításod. Hát nem kellett volna a Petőfi tanácsról, vagy a szexről hát igen, nem kellett? Hát igen, csak az az érdekes, hogy a Petőfi tanácsról a végén már alig esett szó, tehát minden volt, tehát nem tudta elmondani szerintem, hogy mivel foglalkoznak, ami engem érdekelt, és majd hív meg, és akkor hát a részleteibe. Mert ugye, hogy kiadtuk a Fürancsának ezt a lemezét, ami már az én részemről a második, ő ugye két Hrutka Bereményi lemezt csinált még korábban, és akkor a két fiúnak volt egyéb elfoglaltsága, nem ért rá, és akkor én felplankoltam a régi Jamie Winchester és Hrutka Robi zenéket, és írtam rá magyar szövegeket valamilyen céllal, hogy színház, és akkor az Ancsa egyszer azt mondta, hogy hát akkor miért ne ő énekelje el, úgyhogy így indult a mi együttműködésünk, és a utolsó lemez, az már egy duett lemez volt, tehát 10 duett partnerrel adta elő, és hát nagy várakozással tekintettünk elé, mert hát azt mondták, hogy a szövegek is jók, a zene az nagyon jó, a duett partnerek kitűnőek, a Magna Otonnak odaadtuk, tehát gondoltuk, hogy hát akkor professzionálisan majd ők kezelik a piacot, hát majd meglátjuk, Mi a vége. Azt még áruld el, a Facebookon tényleg nagyon aktív vagy, ahogy mondod, és keményen politizálsz is, hogy most talán hát részben az orosz könyvek, amik kint vannak a honlapodon, orosz hát szerzők. Hát inkább az ukrajnai vonatkozású könyvek. Az ukrajnai könyve. Is, igen, de van talán orosz is, ha jól emlékszem. Hát nem, inkább nyugat-európai könyvek vannak, meg magyarok, tehát nem tudom, Eperjesi Ildikónak is volt egy könyve,
egy De ezeket ukrán. Miért tetted ki ezeket? Ez egy szolidaritás? Először azért elmondanám a véleményem a úgynevezett politizálásról. Tehát mint szövegíró is találkoztam ezzel, hogy egy picit úgy le akarják az emberek fejét nyomni ezzel, hogy ő politizál, vagy politikusi szövegeket ír, holott itt arról van szó, hogy az ember inkább közérzeti, vagy közéleti dolgokban nyilvánul, ami egy természetes állampolgári reflex. Tehát, hogyha valamit én kifogásolok, akkor visszajelzek. Ez nem feltétlenül kell, hogy rossz indulatból szülessen, hanem hogy hallják odafent is, hogy milyen vélemények vannak. Tehát én ezt a politizálást én inkább úgy gondolom, hogy a politikusok csinálják, ami hát nem feltétlenül egy teljesen tiszta biznisz, hanem éppen a saját pártérdekeiknek megfelelően nyilvánulnak meg. Aztán az, hogy emberek egy kicsit mindig úgy érzik, és a Sziámival is erről beszélgettél, hogy legalábbis ő ezt mondta, hogy ő nem akar egyik szekértáborba se tartozni, tehát ne pártaktivistaként képzeljük el magunkat, hogy akármit csinál a nekünk szimpatikus párt, akkor is megvédjük, hanem legyen véleményünk akár ilyen-olyan, ami nem abba az irányba mutat, hogy most akkor melyik ideológiát képviseljük. Legyünk önazonosak. És hát miután én 3 évet voltam Ukrajnában, tehát én dolgoztam egy amerikai cégnél, konkrétan úgy hívtak ki a Klubrádió után egyébként. Ja, tehát nem mondott, hogy én itt 1,5 évig voltam vezérigazgató. Ezt még nem mondtam ilyen. És kihívtak, hogy hát van Herszonban egy 180 ezer tonnás kapacitású tároló kikötőjük, és az éppen most le akar égni, mert nedvesen tárolták be az olajos magvakat, tehát a repszét és a mustárt. És hát akkor ki kellett deríteni, hogy ki volt ott a hülye. Hát kiderült, hogy nem a laboránsok a hülyék, hanem korruptak a vezetők, és azért tárolták be nedvesen, mert olcsóbban megvették a saját cégük nevére, és utána, mint alkalmazottak, átvették az amerikai cég nevére. És ezt te kimondhattad jelentésedben? Hát miután én minőség ellenőri funkcióban voltam, nekem ezzel nem kellett volna foglalkoznom, de amikor kiderült ez, hogy itt erről van szó, akkor nyilván ez kiderült. Na, és de hát akkor időnként a postásra haragszanak, aki kideríti vagy hozza igen, a levelet. Igen, de hát, hogy mondjam, 2 év után, vagy 1,5 év után azt mondták, hogy jó, hát akkor legyek én az ügyvezető igazgató. Akkor nem haragudtak rád. Igen, és akkor a közös ismerősünk, a Tábor Pistától elkértem az ő munkaszerződését, és akkor átírtam és beadtam. Na most abban van 3 év felmondási idő. 3? 3 év felmondási idő. Igen. Tehát, hogyha indokolatlanul akarnak eltávolítani, akkor ne tudjanak kirúgni, mert ott a kijevi kereskedelmi iroda, hát az teljesen önállósította magát, és kényekedve szerint azt csinált, amit akart. Ha már az oroszt mondtam, az orosz köteléked is van, mert Linda az első feleséged révén, vagy nem tudom, hanyadik feleséged, de orosz. Első. És igen, összesen 2 feleség. Nem, ezt nem tudhattam, de orosz-magyar a gyerekeid, tehát van egy orosz kapcsolatod is. Hát persze, jó. Csak nyilván most az aktuális helyzetre gondolok. Igen, hogy az aktuális helyzet meg az, hogy én nekem, hogy mondjam, pekhem volt, vagy szerencsém volt, hogy a Lurdiászba egyszer sétáltam ebédidőbe, betévedtem az ottani elég nagy emlékszel, van ott egy nagy könyvesból, bár már lefelezték, és akkor a kezembe került egy Richard Szakva nevű Canterbury egyetemi professzornak a könyve, és így kinyílt a könyv, és elkezdtem olvasni, hogy Odesszában vérengzés volt, 50 embert bezártak egy nem tudom melyik székházba, és felgyújtották a székházat, azok ott bent égtek, akik kiugráltak, azokat agyonverték, és mondom, én 2004 és 2006 között kint voltam. Volt, amikor folyamatosan 1,5 évig, aztán mit tudom én, havonta egyszer 1 hétre, de hát kint voltam, úgymond követtem a narancsos forradalom eseményeit is, és én erről nem tudok. Tehát hogy lehet az, hogy én hallgatom a híreket, és ez nincs benne a hírekben? Tehát akkor én rájöttem arra, hogy hát ez a konfliktus, ez már jószerivel 2004-től kezdődött, és hát ott egy ilyen etnikumi válság van. Na most hát én, amikor Herszonban voltam,
akkor ott nem tudtam megtanulni ukránul, meg én egyébként Kijevben is voltam egy kutatóintézetben 6 hónapig, és a Kahovka víztározón rendszeresen halásztunk, tehát mindenféle biometriai vizsgálatokat végeztünk, és sehol nem beszéltek azon a részen ukránul, ahol én voltam. Tehát Nyugat-Ukrajna volt az a terület, ahol természetesen az ottani lakosság ukránul beszélt. És hát én azért azt érzem, hogy ez a válság, ez főleg az etnikumoknak az összeúszítására irányult 2014-től, vagy legalábbis az lett az eredménye. Most, hogy ez ki mennyire terelgette, az egy másik kérdés. Tehát azután azért el lehet képzelni, hogy azokon a területeken, tehát különösen a Krimben, de Donbaszban is, az emberek baromira megijedtek. Tehát ott azért most hiába mondják, hogy túlzás, de hát az a právi szektor, meg ezek a szélsőjobbos mozgalmak azért ott akkor nagyon beindultak, és fenyegetetve érezték magukat, akik oroszok. Tehát hiába mondjuk azt, hogy ukránok, nem ukránok, a romániai magyarokra sem mondjuk azt, hogy románok, ezek ukrajnai állampolgárú oroszok, akik egyébként, ha kapnak egy önállóságot, tehát egy autonómiára harcoltak, akkor valószínűleg nem lett volna itt semmiféle ilyen konfliktus. Na de amikor mondjuk Poroshenko elkezdte a donbaszi lakosokat, tehát nem civil lakosokat bombázott, és büntető bombázások voltak, akkor azért, hogy mondjam, mindenki megijedt, és ez a szakadék, ez egyre bejött. Inkább szétnyílt. Tehát egyébként nálatok is volt a Krausz Tamás, aki Krausz-Bolgár üvöltöztek rendesen egymással, mint barátok. Hát utána másnap nem kellett volna behívni Antont, mert, tehát úgy megbeszélni Krausz Tamást, hogy ő nincs jelen. De mindegy, tehát csak azért mondom az ő nevét, mert én nem ismerem őt, de utána elkezdtem visszafelé lapozni 2017 után, és hát kiderült, hogy 2014-ben egyetlen egy ember volt, aki ezt a témát felvetette, az Rónai Egon volt, aki behívta őt, és akkor mindenki meglepődhetett, hogy hát mi is történt ott ebben a régióban. Nagyon messze jutottunk az Ádám Díjtól, de hát ez is nem baj, ez is Fekete György. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És gratulálok a díjathoz. Köszönöm a díjat is.